Apátfalván vagyunk. Az első kukorica hibridünk, amit be szeretnék mutatni, az MV350. Minden termőhelyen bizonyította nagy termőképességét és termőstabilitását. Viszonylag hosszú vetésidővel rendelkezik. Május első, illetve második dekádjáig el lehet vetni. Egy erős, stabil szár jellemzi. A szemenkénti sorszáma 16. Faúszámhoz képest a vízleadása rendkívül jó. Második hibridünk, amit be szeretnék mutatni, a Kamária. Csoportunk egyik vezérhibride. Ez annak köszönhető, hogy minden termőhelyen bizonyította nagy termőképességét, illetve a termőstabilitását. Kis és nagy üzemek egyik közkedvelt kukoricája itt a térségünkben. Magas terméspotenciálra rendelkezik. Tavaly évben több termelőnél 12, illetve még a fölötti terméseredményt ért el. Korai fejlődési eréllyel rendelkezik. Széles vetési optimummal rendelkezik, de inkább április második, harmadik dekádjában az optimális a vetési ideje. 16-18 szemsorszám múlva cső, illetve kétcsövűségre hajlamos, ahogy látható itt is a felvételen. Zöldszáron érik. Emellett még kiemelném azt, hogy nagyon jó a vízleadása. Éréskor a csuhélevek fellazulnak, ezáltal ugye könnyen le tudja adni a vizet. Nagyon jó a hibridnek az állóképessége, ezáltal a betakarítás is könnyebb. Harmadik hibridünk, amit beszeretnék mutatni, az MV Tarján. Költséghatékonyságra törekvő gazdák egyik kiváló választása, illetve elmondhatom erről a hibridről, hogy a megyénkben egyik talán legnépszerűbb, legközkedveltebb kukoricája. Ez annak is köszönhető, hogy kimagasló a stressztűrő képessége, tehát az aszálytűrő képességek nagyon kiváló, illetve gyengébb talajokon is biztonsággal termeszhető, akár például itt a megyénkben a mórahalmi homokon is jó termés eredményeket ért el. Kétcsövűségre hajlamos, kukorica 16-18 szemsorszámmal rendelkezik, egy masszív, erős szára van, illetve elmondható az is, hogy a vízladó képessége neki is kiváló. Magas a keményítő tartalma, és magas hektoliter tömeggel rendelkezik a kukorica. Olek, Balatonvásári hibridünk egyik új generációs képviselője, 390-es faúszámmal rendelkezik. Erről azt kell tudni, hogy intenzív, elsősorban intenzív körülmények közé ajánlanám. Magasabb tápanyag dózist meghálálja, illetve azt kell tudni róla, hogy korai kezdeti fejlődési eréllyel rendelkezik, aszálytűrő képessége kiváló, kétcsövű, 18 szemsorszámmal rendelkezik, egy masszív, robosztus állománya van a hibridünknek, a vízleadó képessége is kiváló. Koregráf portfóliunk egyik zászlós hajója, 430-as faúszámmal rendelkezik, ugye ebből következik az, hogy nagy terméspotenciállal rendelkezik, nagyon jó az aszálytűrő képessége, tehát ez kiemel, kétcsövűségre hajlamos, illetve inkább azt mondanám, hogy kétcsövet hoz. Intenzív technológiát meghálálja. 18 szemsorszámmal rendelkezik a cső. Egy masszív, erős állományú hibridről beszélünk. Megyénkben is közkedvelt kukorica, és nagyon jó eredményeket ért el a tavalyi évben is. Emellett kiemelném azt, hogy magas faúszámmal rendelkezik, de viszont a vízladása kiváló, itt is zöld száron érő kukoricáról beszélünk, a csuhéi levelek ugye fellazulnak, és ezáltal időben be tudják takarítani a termelők a 400 fölötti hibridet is.